Ja, minden maxom. Na, hellóztok, én vagyok Altlábú Farkas, és éppen bemutatnám, hogy egy ingyenes operációs rendszerre GK Linux. Hogyan lehet föltelepíteni egy ingyenes játékot? Ugye nem magáról a telepítésről van szó, hanem arról, hogy milyen maga a játék. Ez egy Linux operációs rendszer, mivel Linux ezért ingyen van, ez egy Ubuntu 12.04.1-es nevezetű operációs rendszer, és erre föltelepítettük az Ubuntu Szoftver Központ segítségével a Torch nevű autós játékot. A Torch nevű autós játék sok társához hasonlóan ingyen van, de mondjuk nem iroda, hülye. Rámenjünk a játékokra, szimuláció, és itt van az, hogy Torch, egy 3D-s versenyautós szimulációs játék. Egy ilyen játékról van éppen szó, OpenGL 1.3-as videokártya nem lenne hátrány hozzá, nem kell egyébként. Egy 550 MHz-es proci bőven elég hozzá 128 RAM-mal, és nulla videokártya, tehát ami ide van írva, az már a javaslat. És hát valamivel jobb videokártyával rendelkezem, ezért megkíséreljük a játék bemutatását. Ez, mondom még egyszer, a Torch, Torx, ugye? Csak a magyarok hívek Torchnak. Az Operating Car Simulator játék. Azt szeretném még mondani, hogy rengetegféle grafikai beállítás van, például a látótáv. Hát olyan számot írsz be, amilyet akarsz. Füst, százalék természetesen. Tehát ez a felső szám, ez eredetileg így nézett ki, hogy 100%, de hát nem viccelünk, jó videokártyával vagyunk ellátva. Füst az háromszoros, skid az kétszeres, a level of detail az maradjon egyes, már átnyomtam kettest, azt nem nagyon akar működni. Jó lesz ez. Mindegy, displayben vannak olyan felbontások, hogy te haver, hülyét lehet kapni, tehát egész a csillagos égig, de a felbontás az maradjon 1280x720, mert ez a HD. És ez a YouTube támogatott felbontás. Kezdjük a versenyzést. Itt van egy quick rész, de rengeteg pálya van, bazd meg. Na jó, hagyjuk. Szóval igazán embertelen. Te, én nem tudom. Jó ez, mit érdekel, nem érdekel. De az a lényeg, hogy én vagyok a Farkas, és nekem egy Peugeot 406-os autón van. Ez így nem jó hely. De haver, ez így nem jó. Ilyen rohadt egyszerű. Kidobállak titeket. Rohadtul nem érdekel. És megkeresem a többi Peugeot 406-ost. Nem tudom ám, hogy Forma 1, anyám, biztos beválasztok Forma 1-et, nem? NASCAR, ó persze, majd lesz később egyébként többi autónak is bemutatója, csak az a baj, hogy... Hogy mondjam, hát ezek mind ilyen túraautók. Bajabug, atyaisten. Közben nézni kell az autót itt középen, hát akkor hárman leszünk, haver. Na, mit érdekel engem? Na, new race. Az előbb elállítottam az autót, most azért kapott mindenki rohadt Peugeot. Ó, és a többiek jobban indultak, mint én. Na, amit most láttuk, az már maga a játék. Embertelen látótávval, természetesen ez a 2222-zi megtette hatását. A játék természetesen nem ilyen, tehát nem tud ilyet. A játék 100%-nál tovább már nem nagyon akar menni. Már csúnya ez a piros autó itt, nem? Jobb felső sarokban a térkép, jobb alsóban, hogy milyen gombot nyom szépen, bal felsőben ez, és többféle nézet is van. Próbálom így menet közben, de azért nem mondom, nem lesz egyszerű. Ez a belső nézet F2. Az F2-nél is több gomb van. Tehát van, amikor csak az utat nézed, az autót nem. Meg van ez. Minden egyes driver, mint, bocsánat, csak tűzszögök, mint sofőr, eltérő képességekkel rendelkezik, tehát én is, ugye. Az összes vezetési hibát, amit elkövetsz menet közben, az autó kőkeményen felrója neked, azonnal kicsúszik, mi este elbaszol. Ez csúnya volt, mert hangkártyával hallottam, hogy mikor jön ez a marha. Kicsit visszaváltottam. Nem mindig veszi a váltót, és akkor hallod, recseg, tehát nem bírod betenni, akkor még egyszer megnyomod, és akkor beveszi. Ez nem azért van, mert
mert hibás, az egy szimulátor. Éppen nem sikerül betenni a sebességfokozatot, akkor még egyszer rá kell nyomni és be fogja venni. Na mindegy, bemutatok egy pár ilyen nézetet, hát van egy pár. Elől nézett, atyaisten. Azért csúszik ki egyébként, mert nézetváltás közben nem nagyon tudok vezetni. Na jó, vissza. Na jó. Visszanyomom az F2-t, mert meg fog hűlni. Többféle van. Van ez a nagyon aberrált F5. De azért mondom, de tényleg van, aki így tud vezetni? A nagy fekete karika, azt ugye elmondom, az az általános 100%-os látótáv, gondolom. De mivel mi most 2200-as látótávval megyünk, azért ez minket most nem fog dominálni olyan nagyon. Bedriftelünk! De csúnyán alá csaptam! Igen! Szóval az összes vezetési hibát, amit elkövetsz menet közben, a játék mind fel fogja neked róni, és úgy kicsúszol, mint a szar. Jó, mutassunk másfajta autókat is. Nagyon-nagyon sok van. Most mire nyomtál, te hülye? Igazi hülye vagy. Na, konfigúr rész. Oké. Okay. És csak a farkas kap egy másik autót. Hát azt hogy lehet? Hát azt nem így kell. Hanem... Nem bajnoksági rend. Hogy is van? Nem itt van. Nem itt van, hanem a... Playersnél. Ez az. Tehát a farkasnak nem Peugeot-jan. Na figyeld ezeket a számokat, amik itt vannak. Van fönt egy kategória. És a kategóriánál... Hallod? Ne haragudj már, haver, de ezek a számok nem tudom mik. Fönt a kategórián a front wheel drive, tehát orrhajtás, gondolom. Következő a rear wheel drive, tehát a hátsó kerékhajtások. Ezek milyen autók? Nézzük meg ezt. Tehát mindegy, haver. Ilyen gyorsan el lehet indítani egy versenyt. De hogy a Car 2 TRB 1 mi... Ó! Értelemszerűen szegény kis Peugeot-soknak hát pápát intünk. Esélytelenek. Ugye kettő, illetve három monitorral a versenyzés, hát ne kelljen leírnom, hogy milyen. Értelemszerűen ti csak a középső monitort látjátok, hanem egy egyszerű. Két monitor, három monitor. Én azt tudom, hogy a kettő monitort, mintha ez a program nem támogatná olyan nagyon. Nagyon szépen lehet vele versenyezni. Jó gépeken is ugyanúgy működik, lassú gépeken ugyanúgy működik. Csak hát ugye vissza kell venni a felbontást, stb. A látótávot, és egyből megvan oldva a dolog. Nagyon szépen működik, nincsen zögykölődés, nincsen laggolás. Jó, nem egy DirectX 11-es játék, értelemszerűen. Ne felejtsük el, hogy teljesen ingyen van. Baromi óra el lehet vele szórakozni. Na, úgyhogy ennyi volt, remélem mindenkinek tetszett a dolog. A farkas voltam. És király Porsche van, bazeg. Wheel spinázni nem lehet vele, tehát... Ilyesmi. Na, sziasztok!